Keserű Marcellel, a karcagi nagykó református általános iskola negyedikesével beszélgetünk. Most itt furcsa a tantermi keretek között látni téged, hiszen láttunk már néptáncolni, verset mondani, szavaló versenyen sok-sok helyen találkoztunk, de egy kicsit beszéljünk a tanulásról. Hogy megy a suli? A fél évi, hát az nagyon, nekem nagyon tetszett, jók voltak a jegyeim. Ez kitűnőt jelent? Igen, kitűnőt jelent. A kedvencem az az informatika, azt nagyon szeretem. Szilágyi Péter. A matekot is nagyon szeretem, meg azából mindent. És hogy állunk mondjuk a mesemondó versennyel? Most a jégvirágon voltál-e? Voltam, második helyezést értem el. Mennyire volt furcsa, hogy most online módon rendezték meg, tehát nem volt ott a közönség, esetleg anya ült ott mögötted és otthonról szurkolt neked, de ez számodra fontos, hogy ha kiállsz, akkor lássad a nézőket, hogy hogyan reagálnak mondjuk egy-egy poénra, egy-egy vicces dologra, ami a mesében van. Nem igazán, de egy kicsit izgultam, mivel eddig még nem volt ilyen, és számomra jobb érzés, hogyha látom a közönséget, meg a zsűrit. Néptánc, az azért beszéljünk egy picit arról is, az hogy jött? Mivel testvérem Keserű Bálint, és nagyon sokat néptáncolt, és nagyon tetszett nekem is, ezért én is kipróbáltam, és nekem is nagyon tetszett. És a tesótól mondjuk tanácsokat szoktál kapni? Igen, nagyon sokat kaptam már, hogy valamit ne így csináljak, ez így szebb, meg ez így hasznosabb. És mennyire fontos számodra, hogy megfogad ezeket a tanácsokat? Mennyire akarod a nagy tesót utánozni, vagy inkább te is a saját kis stílusodat szeretnéd kialakítani? Ami olyan, hogy olyan tanács, hogy az tényleg javítani kell, azt elfogadom, de ami nem, azt inkább nem. Hát például azt, hogy ez hasznosabb úgy, hogy nem sarokcsapással, hanem először taps, és utána előcsapás, hátulcsapás, és nem csak sima. Mi leszel, ha nagy leszel? Ezen még nagyon sokat gondolkodok. Szeretnék testvérem után élelmiszermérnök lenni, vagy a rendet szolgálni. Akkor a tanári, a pedagógus pálya az nincs is szóba? Hát attól függ. Attól függ, hogy alakulnak a jövőben a jegyeim. Hát ha ilyen kitűnő leszel végig, azt gondolom, hogy az akkor nem lesz ennek sem akadálya. Sportolásra van-e időd? Mivel bezárt az úszoda, ezért nem tudok naponta járni úszásedzésre, de nagyon szeretek úszni, meg otthon ilyen edzésterveket csinálok magamnak. Mennyi szabadidőd van? Hát nem. Hát hétvégén ugye két nap, és szünetek, de egyébként meg egy két vagy három óra hétköznaponta. És amikor hazamész, akkor egy picit játszol, kikapcsolódsz, vagy rögtön ülsz neki a tanulnivalóknak? Ha végzek mindennel napköziben, akkor otthon bepakolok másnapra, és elkezdek edzeni. Ha pedig nem volt kész a házi feladat, akkor nekiállok a házi feladatnak, és utána jönnek. És mennyire vagy szorgalmas, tehát mennyire kell anyának vagy apának odaszólni, hogy Marci, kész van a házi, vagy ez számodra természetes, hogy annak kész kell lennie? Számomra természetes, de van olyan, amikor például rossz kedvem van, vagy valami nagyon-nagyon boldog vagyok, vagy nagyon meglepett, akkor inkább szólni kell nekem, hogy csináljam a házit. Egyébként mit olvasol szívesen? Ilyen tréfás meséket, meg élethű meséket, mint az Egy ropi naplója. Szeretsz a társaság középpontja lenni, vagy ez inkább csak így alakult, hogy mindenhez van véleményed? Ez így alakult. De van, amikor szeretek ott lenni, valamikor meg egyáltalán nem.